Sherman Bianca vagyok, 12 éves és sportágam a szertorna. Bianca tavaly 3 nemzetközi versenyen is egyéni összetett első helyet szerzett. Győrben, a női mesterfokú bajnokságon, a felnőttek között talajon dobogós lett. Három éves koromban kezdtem el tornázni. Otthon nagyon sokat mozogtam, és már a kanapén is tornáztam, és kipróbáltam a szertornát, és nagyon tetszett. Főleg a korláton néztem, hogy nagyon jól pörögnek meg minden, és én is szerettem volna kipróbálni. Bianca egy nagyon tehetséges és nagyon intuitív kisasszony, aki teljes odafigyelést igényel, és úgy gondolom, hogy nagy potenciál lehet benne. Kedvencszerem. Azért a talaj a kedvencszerem, mert úgy érzem, hogy ott tudok a legtöbbet, és ott mindig jól sikerül minden. A gerendát nem annyira szeretem, mert úgy érzem, hogy ott hát nagy a veszély annak, hogy mindig le tudok esni. Egy kicsi félelem mindig van bennem, de le tudom győzni. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb képességei azok a gyorsasága, a hozzáállása, illetve a verseny nyújtott extra képessége, hogy a legfontosabb pillanatban teszi oda a legjobb gyakorlatokat. Egy napom úgy néz ki, hogy bejövök, ha van reggel edzésre 7-re, ott vagyok 9:30, onnan bemegyek az iskolába, onnan 2-kor megint megyek edzésre egészen 6-ig. Amikor otthon hazaérek edzés után, az kb. Olyan 7 óra lehet, akkor tanulok egy kicsit, de hogyha nem sikerül, akkor az óra előtt megpróbálom megtanulni. Az a szerencse, hogy az iskolában az igazgató nagyon megérti, hogy én tornázok, és nagyon tehetséges vagyok, és az osztályfőnököm is mindent megenged, hogy menjek edzésre. Szabadidőmben hát vagy elmegyünk kirándulni, ha például van egy egész napom, vagy olvasok. Elég fontos a családi háttér is, mert például, hogyha a szüleim nincsenek olyan jóba, akkor az edzés sem megy olyan jól, de általában jól megy azért. Nagyon fontos a család. Tehát a családnak is támogatni kell, mert ezennyi buktató van. Ezennyi probléma van, amiben ha a szülő nem partner, akkor sokkal nehezebb. Ugyanígy az iskola is. Nagyon-nagyon fontos, hogy jól tanuljanak. Ha nem tanulnak jól, akkor előbb-utóbb a szülő ki fogja venni az edzésről, mert a tanulás az elsődleges, teljesen jogosan. Szerencsénkre ők mindannyian kitűnő tanulók, vagy nagyon jó tanulók, és ezért is tudunk napot a kettőt edzeni, mert az iskolával jó kapcsolataink vannak, és meg tudjuk így oldani. Egyszer volt, hogy már teljesen úgy gondoltam, hogy abba hagyom a tornát, de utána szerencsére nagyon jól sikerültek az edzések. Akármilyen rossz az edzés, mindig van benne egy kis jó, és mindig arra gondolok, hogy minden jól fog sikerülni. Szép flikket csinálunk, ívhelyzetet kérek. Az a legnehezebb ebben a sportban, hogy amikor már teljesen úgy érzed, hogy nem bírod, akkor is oda tedd magad, és megcsináld. Én úgy gondolom, hogy a rendszeresség a legfőbb erény, ami alapján ő majd előre tud lépni továbbra is. Tehát az, hogy minden nap meg kell csinálni az adott feladatát, amit ő is tud, és erre kell ráállnia, hogyha ezt a kicsi buksiában elfogadja, akkor teljesen tökéletesen végre is tudja hajtani. Ha valami újdonságot tanul, és ha sikeresen végrehajtja, akkor ő ettől nagyon felszabadítás lenni. A kapcsolatom az edzővel úgy érzem, hogy elég jó. Nekem a jó edző az, hogy néha tud vicces is lenni, de még tudja, hogy mikor kell bekomolyítani, meg mikor azt mondani, hogy most már nem kell, elég volt, nem megy tovább.
Amikor minden rendben van vele, akkor könnyen lehet dolgozni, de természetesen itt is, mint bárki másnál, ez ennyi probléma merül fel. Akár iskolai probléma, akár csak lányok közötti konfliktusok, ez mind-mind-mind kihatással van a teljesítményre. Versenyeken egy kicsit néha szoktam izgulni, de nem annyira szoktam, és általában a verseny mindig jobban sikerül, mint az edzés. Verseny előtt mindig azt gondolom, hogy olyan, mint egy edzés, csak mindig kevesebbet kell csinálni, csak egy gyakorlatot és készen vagyok. A verseny őt motiválja, talán ez a legjobb szó. Ő nagyon is meg szeretné mutatni magát, amikor megszólítják. És ez egy nagyon fontos erény, úgy gondolom. A cél természetesen EBVB olimpia. Bízunk benne, hogy össze is. Olimpiára szeretnék kijutni és a dobogós helyezést elérni. Azt kell ehhez nekem megtenni, hogy minden nap rendesen bejövök edzésre, és még ha nem bírom, akkor is oda tenni magamat. Döntsd el, ki legyen a hét hőse, és ki nyerje az okostelefont és a Digisportos ajándékcsomagot. Ki kapja fődíjunkat, a Digisport ösztöndíját, a havi 100 000 forintot egy éven keresztül. Szavazz a naphőse.digisport.hu weboldalon, és nyer Digisportos ajándékcsomagot, okostelefont vagy táblagépet. A műsor támogatója a Lenovo és az usanotebook.hu.